Köszöntöm a kedves nézőket, sporttal folytatjuk az M1 adását. 4 év után jutott be ismét a rájátszásba a Fehérvár AV19 az osztrák jégkorong bajnokságban. Tegnap este az EBL alapszakaszának záró mérkőzésén a Volán 6-3-ra győzött a Salzburg ellen. A győztes csapatnak tagja volt Stipsic Bence, válogatott hátvédje. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen. Szívből gratulálunk a csapatnak a továbbjutáshoz. Ugye a 6-3 az magyar szíveknek mindig egy kedves végeredmény, de most különösen az volt itt a Salzburg elleni győzelem alkalmából. Mi az, amiben más egy picit ez a Volán, mint az elmúlt 3 szezonban, amikor ugye nem sikerült kiharcolni a rájátszásba jutást, ez most sikerült? Így van, hát én úgy érzem, hogy meg tudtuk találni azt a játékrendszert, meg azt az összeállítást, amiben a legsikeresebbek tudunk lenni. Tehát a koronggal való játékunk sokkal jobb, ez látszik abból, hogy több gólt lövünk. Ezáltal persze egy kicsit nyitottabbak is vagyunk védelem szempontjából, de ez a kettő jól ellensúlyozza egymást, és tényleg olyan játékosaink vannak, akik jó helyzetbe tudnak kerülni, és ki tudják használni a helyzeteket. Mi általában az EBL-ben meg a bajnokságokban megszoktuk a jégkorongban, hogy a légiósok jönnek, mennek, cserélődnek. Picit más most a légiós keret, mint volt az előző szezonban, amikor már te is Fehérváron jégkorongoztál. Miben más ez a mostani légiós különítmény, mint mondjuk amelyik az előző szezonban játszott a csapatnál? Így van, hát azért a profi sportokban ez elég gyakori, hogy ha egy csapatnak nem megy, akkor egyből ugye a légiósokat veszik elő, és ez történt a tavalyi szezon végén is, és elég sok új légiós hoztunk, akik szerintem elég jól beváltak. Talán idén az a különbség, hogy jobban össze vannak keverve a légiósok a magyarokkal, tehát a sor összeállításokba, és szerintem ez adja a különbséget. Ugye 44 mérkőzés az alapszakasz, ez most zárult le, hogyan tovább? Hiszen jön most egy középszakasz, amely félig meddig tét nélküli, de hogy is zajlik ez a további menetrend az EBL-ben? Így van, itt így nullázódnak a pontok, vagy hát helyezések alapján kiosztanak pár pontot, és megy egy ilyen kiskör, úgymond az első 6 csapat és a második 6 csapat között, és utána az első 4 majd választani fog ellenfelet magának a rájátszásra. Tehát itt úgymond nekünk vesztenivalónk nincs, tehát 6. helyen jutottunk be, 6. helyen tudjuk legrosszabb esetbe zárni ezt a középszakaszt, viszont van esélyünk, hogy előrébb lépjünk. Mire lehet felhasználni ezt a középszakaszt? Sokan mondják azt, hogy egy picit talán lehet pihentetni azokat a játékosokat, akik esetleg nagyobb terhelést kaptak az alapszakaszban, ugyanakkor nem biztos, hogy jó, ha esetleg kiesnek a játékritmusból ezek a játékosok, adott esetben mondjuk a fontos meccsekre a playoff előtt. Mi a dilemma ilyenkor a csapatvezetésnél? Hát így van, esetleg az úgy lehet talán ezeket kompenzálni, hogy nem is az, hogy nem nevezünk valakiket a mérkőzésre, hanem mondjuk a jégidejüket csökkentjük. Ez persze a kapusoknál kicsit más, hogy működik, ott is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd itt a középszakaszban a megoldás. De ilyenkor nagyon jól lehet gyakorolni bizonyos játékelemeket, amik nem működtek idáig olyan jól, illetve tovább lehet javítani azokon, amik már jól működtek, de még esetleg egy pici plusz ki tudunk hozni belőle. Ugye a kapust már szóba hoztad, Kerut, aki 42 mérkőzésen védett a 44 alapszakasz találkozó közül, elég extrém terhelést kapott ebben az időszakban. Őt mennyire lehet, vagy éppen kell szerinted pihentetni? Ugye gyakorlatilag együtt dolgoztok, mert ő mögötted a kapust, te pedig hátvéd vagy a csapatnál, tehát nagyon fontos kiegészítői vagytok egymásnak. Így van, hát elég sok mérkőzés védett idén. Ez ebben a ligában egyébként nem olyan ritka, itt általában az a taktika, hogy van egy első számú kapus, aki nagyon sokat véd, és van egy második számú kevesebbet nálunk, azért ez elég extrémre sikerült most ez az arány. De azt azért nem szabad elfelejteni, hogy egy észak-amerikai kapus, ott eleve több meccsek vannak, tehát ő úgymond egy picit jobban hozzá van szokva ehhez. De hát remélem, hogy azért itt a középszakaszban a Dani is fog kapni lehetőséget. Fehérváron általában nagyon szívmelengető, hogy amikor nem ment annyira a csapatnak, mondjuk az előző 3 esztendőben nem volt meg a playoff, akkor is a szurkolók mindig a csapat mögött álltak, rendre 3000 néző volt a Raktár utcában. Most mennyiben más volt a hangulat ebben az esztendőben? Szurkolókkal nyilván találkoztak hétköznapok során is. Mi változott náluk az ő megítélésük alapján? Hát igen, tényleg nagyon jó úgy minden nap kimenni egy meccsre, hogy nyerünk is, biztos, hogy jobban élvezik a szurkolók, és nekünk persze pláne óriási, hogy így örülnek, meg látjuk, hogy mennyire élvezik, és tényleg most már minden meccsen rengetegen vannak, tehát megtelik ott hátul a kapu mögött is, már csak állni lehet, meg ez mindig egy nagy plusz. Hát tényleg más idén, igen, mindig más a csapat nyer azzal, hogy a szurkolók jobban szeretik, ha nyerünk, hát azért jönnek ki meccsre. És az, hogy mi hazai pályán egy ilyen csapat vagyunk,
ez is benne van, hogy tényleg az ellenfelek is úgy jönnek, hogy itt mindig jó nagy hangzavar van, itt dobolnak a fejük fölött, szurkolnak a hazai csapatnak, és nehéz úgy játszani. Nehéz volt például a Macnak a Magyar Kupa döntőben ennek a meccsnek a képeit, és pont a te gólodat látottuk itt az összefoglalóban, ugye sikerült megnyerni a Magyar Kupát is ebben a szezonban. Hogy látod a saját teljesítményedet, hiszen hogyha megnézzük a szikár számadatokat, egy egészen parádés szezon produkáltál az Ebelben. Hátvéd létre 8 gól és 11 gól passz 44 mérkőzésen, nagyon-nagyon jó számok. Miben léptél előre? Így van, sokkal több pontom volt tavaly, nekem szerintem azt hiszem 5 pontom volt, vagy valami ilyesmi. Abba léptem előre, hogy egy többet is játszok, mint a tavalyi szezonban. Az egy nagyon nagy plusz, hogy meccsenként több a jégidőm, így egyértelműen több pontot is tudok gyűjteni, meg többet tudok hozzátenni. Különleges egységekbe is kaptam eddig szerepet, amire úgy annyira a szezon elején nem számítottam. Ez is egy nagyot dobott rajtam, és ezzel megnőtt az önbizalom is. Picit megmerem húzni még azt az egyset, többet lövök kapura, ilyen neccesebb passzokat is megpróbálok, mert az edző bízik bennem, és így mindig sokkal könnyebb. Önbizalomra majd a válogatottban is szükséged lehet, hiszen elég kemény tornának nézel ébe a válogatott majd Asztanában, Kazaksztánban a Divizió 1 per A világbajnokságon, de azt mondják a szakértők, hogy azáltal, hogy a Volán bekerül a rájátszásba, bekerült a rájátszásba, és esetleg a szlovák extraligában a DVTK, valamint a MAC is meg tudná ezt valósítani, akkor sokkal tovább lennének játékban a játékosok, és ez a válogatott szempontjából is pozitív hatással lehet. Miért jobb az nektek, hogy hosszabban vagytok nagy terhelés alatt, és nem tudtok úgymond annyira rápihenni a világbajnokságra? Hát azért a hokiban inkább az a fontos, hogy meccsben legyen az ember. Tehát tényleg amilyen hosszúak a szezonok, egyre kevesebbet edz az ember, és teljesen más a meccs terhelés, meg az edzés terhelés. Tehát tavaly azt hiszem egy hónapig, vagy akár több mint egy hónapig nem játszottunk tét meccset a világbajnokság előtt. Mindig jó, hogyha minél több játékos érkezik tét meccsekből. Még akkor is, hogyha úgymond klubba más szisztéma vagy más rendszer szerint játszottunk, mert tényleg az, hogy minden este élethalál meccset játszik az ember, az jobban formába tartja, mint hogyha edzene. Tegnap volt egy pici ünneplés, azért mégiscsak 3 év szünet után tudtatok visszakerülni a playoffba, vagy mi zajlik ilyenkor egy csapatházatáján egy ilyen nagy siker után? Hát így van, azért kicsit örültünk, azért a felsőház az nem egy olyan egyszerű bazebelbe, és nagyon jó dolog, hogy mi oda bekerültünk, tehát azt egy kicsit azért megünnepeltük, de rögtön azért tudjuk, hogy ez nem jelent semmit, tehát szép és jó, hogy felsőház, meg minden, de most kezdődik tényleg a savaborsa az egésznek, tehát most lehet nagy meglepetéseket okozni. Most kezdődik a melós része majd a szezonnak, Stipsit Bencének köszönöm szépen, hogy befáradt, és akkor jó pihenést, jó középszakaszt, és várjuk majd a hasonlóan szép sikereket a rájátszásban is. Köszönjük szépen.